A gombát adó ünnepségnek immár hagyománya van a Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre Technikum és Kollégiumban, hiszen a 2017. szeptemberében elindult Honvéd kadét képzésben a diákok kollégiumi nevelőjének kezdeményezésére már az első fél évben bevezették a rendszert, hogy így motiválják a tanulókat a minél jobb eredmény elérésére. Ezúttal ismét sok kadét érdemelte ki az elismerést, köztük van a 11. osztályos Tóth Barbara, aki 3 aranygombot kapott, ezzel pedig évfolyam első lett. Kiskorom óta erre a szakra készültem, hát pontosan nem is tudom, engem mindig vonzott a katona élet. Nagyon jól érzem magam, mert minden 4 kadét évfolyam olyan, mintha egy család lenne, mert összeszoktunk és nagyon jól kijövünk egymással. Jákob Kristóf végzős diák is 3 aranygombbal büszkélkedhet. Azt mondja, mindig is törekedett arra, hogy jó jegyei legyenek. Amióta az eszemet tudom, én katona szeretnék lenni, és ez a szak volt a legtökéletesebb ahhoz, hogy megvalósítsam a céljaimat, és hogy ezután megfelelő pályára lépjek, itt tudok a legjobban felkészülni. Szerencsére édesanyám meg apukám így nevelt, hogy még általános iskolába is a maximumot hozzam, úgyhogy itt is az alapvető dolognak számított nekem. Kontár Balázs szintén végzős tanuló és osztályelső lett. Elmondása szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre készül. Igazából amióta az eszemet tudom, a katonásdi mindig is ott volt az életemben, és ez egy állandó biztos pont, biztos megélhetés, és nekem gyakorlatilag ez az életem. Nagyon jól érzem magam az iskolában, és ezen felül még más egyéb programokon is részt veszek, amik ezt az életformát erősítik. A gombátadás a tanulmányi eredménytől függ. Ezüstöt 3,5-ös átlagtól, aranygombot pedig 4,0-től kaphatnak a diákok, 4,5-től 2, az osztályelsőknek pedig 3 arany kitűző jár. Hogy milyen átlaggal lehet, ha a képfolyam első a Honvéd kadét képzésben? Hát 4,7-4,8-es átlagra erre minimum szükség van. Nem egyszer volt már 5,0-es átlaga is annak a tanulónak, aki ilyen 3 gombot viselhetett, és nyilvánvaló az, hogyha a tanulók egymáson ilyet látnak, akkor az motiválhatja arra is, akinek még nincs ilyen gombja, hogy szerezzen ilyen gombot. Tehát, hogy ő igenis tanuljon jobban. Ennek a következményei kézzelfoghatóak, azt gondolom, hiszen ők egyfajta szervezeti keretben nevelődnek, hiszen mégiscsak a honvédelem irányába próbáljuk orientálni ezeket a tanulókat, még ha civil szakképesítést is szereznek, illetve civil szakmát szereznek akkor is, de mégis az a szervezeti keret, amit a formaruha és maga a képzés ad, az egy nagyon fontos kellékként ezt a dolgot magával hozza. Ez azt jelenti, hogy amikor ők közöttük rangsort, illetve feladatoknál felelős kell megnevezni, akkor a több gombot viselők, illetve a fényesebb gombot viselők, azok nyilván előtérbe kerülnek, illetve az ő szerepük mindig kiemelt lesz. Ha úgy tetszik, akkor ők rajokat, szakaszokat, szobákat tudnak vezetni egy-egy időszakban, nyilván ez attól függ, hogy éppen az értékes hogyan zajlik. Minden egyes fél évben ezt felülvizsgáljuk. Tehát most az első fél év értékelése zajlott, és az a tapasztalat, hogy nem csak a fiúk és nem csak a lányok kapnak nagyon szép gombokat, hanem ez teljesen változó lehet. Egyik évfolyamban fiú, másik évfolyamban lány, tehát én azt is mondanám, hogy ez nem egy fiú szakma. Ez a Honvéd kadét dolog, mert hogy a lányok legalább annyira képviseltetik magukat, nem csak a részvételben, hanem az eredmények elérésében is. Ez látszik a versenyeken is egyébként, hiszen majd amikor mennek a Kinizsi Földház kupára, vagy lövészversenyre, vagy bármilyen versenyre, ott a lányok is nagyon szép eredményeket érnek el, és a fiúk is, hál' Istennek. Ez már csak kiegészíti ezt a rendszert. Miért mondtam, hogy ez kézzelfogható eredményt is jelenthet? Az nem csak arról szól, hogy látszik az ő évfolyam jelzésükön, hanem a rendszerben új elemként megjelent a Bérbelog Ádám ösztöndíj, ami viszont tanulmányi átlaghoz kötődik. És nem is kismértékben kötődik hozzá, 3,5-nél kezdődik a tanulmányi ösztöndíj, és ez nagyjából 11 ezer forinttal indul, de aki 4,5 fölötti átlagot ér el, az havonta több mint 33 ezer forintot kaphat. 9-es tanulóként azt gondolom, hogy ez nem zseppénznek nevezném már. A Honvéd kadét képzés az iskolában már 6. éve zajlik. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan iskolázunk be tanulókat, és most a szakképzési rendszerek a változásaival újrajutottunk odáig, hogy egész osztályt tudunk beiskolázni a kadétokból. Egy nagyjából 3-szoros túljelentkezéssel tudunk évfolyamot indítani, ez azt jelenti, hogy azért a jobbakat
tudjuk fölvenni. Nyilván, amikor ilyen képzésről beszélünk, akkor beszélni kell a fizikai alkalmasságról is. Természetesen a felvételi rendszernek nem része a fizikai alkalmasságnak a mérése, de tájékoztató jelleggel egy fizikai szintfelmérőt, hát hogyha a vírushelyzet is megengedi, mindig szervezünk a jelentkezőknek, főleg azért, hogy majd amikor bekerülnek a képzésbe, akkor ne legyen meglepetés az, hogy egy kicsivel azért erőteljesebb fizikai igénybevételnek vannak kitéve, mint a többiek. Nyilván a NetFit mérés alapjain elindulva tudunk a gyerekektől olyat kérni, amiben ők szoktak teljesíteni és tudnak teljesíteni, tehát semmi újdonság nem kell számítani, de arra mindenképpen, hogy igenis fizikálisan ők igénybe lesznek véve. Szoktam mondani, akit fölveszünk erre a képzésre és a rendészre is ezt szoktuk mondani, hogy fusson, sokat fusson, az megalapozza a fizikai erőnlétét. Természetesen ez kevés ahhoz, hogy ő belőle honvéd kadét legyen, itt tanulmány eredményre is igencsak szükség van.